a mi segítségünk és az ünnepi Isten tisztelet megáldása és megszentelése jöjjön az Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igaznak mindeneket. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Ígi Atyánk, jó Istenünk, simogatja a lelkünket az ének, jól esik a hangszer hangja, jól esnek az ismerős illatok, az ismerős helyek, az ismerős arcok, az ismerős pad, az utca. Kiszámított és kiszámíthatatlan cselekedeteink, ami előkészülés és felkészülés volt arra, hogy az ember itt, a világnak ebben a sarkában énekelhesse, hogy az angyalok mennyből a földre örömhírt énekelni, beharangozni és bejelenteni jöttek. És az ég, amely nem nyílt meg sem átokra, sem imára, megnyílt magától, kegyelemből, szeretetre. És az így elküldte a legkockázatosabb üzenetét, Jézust, a Krisztust, aki született a Dávid városában. Akiben az Isten úgy hajolt le, hogy végignézte azt a rövid életet, azt a szerencsétlen, szegényes kezdést, és azt a furcsa, vitatott, csúfos befejezést, és a megértett, el nem fogadott kiteljesedést, ami karácsonnyal kezdődött, és azóta is tart. Az, amivel Jézus színre lépett, és azt mondta, eljöttem, hogy meghirdessem az Isten kedves esztendejét. Mindenható Isten, minden bizonnyal kevesebben fogunk szembe menni az utcán, és fogunk egymásnak kellemes ünnepet kívánni. De áldás nélkül nem szeretnénk ünnepelni. Minden bizonnyal kevesebb házajtó fog megnyílni, és villany felkapcsolódni, ahol várnak valakit, vagy várnak valakiket, vagy ahova innen készülünk. De áldás nélkül nem szeretnénk ünnepelni. Minden bizonnyal az asztalnál is lesznek üres helyek, vagy ha nem üresek, hát összéphúzódunk, vagy széjjelé húzódunk, hogy többnek látszódjunk. Mert ez az ünnep, ez már a második. Ilyen. Ilyen, ami az emberi erőből, lélekből telik, amire futja, de olyan, mint amelyik most sem akar úgy, hogy sem veled, sem nélküled, sem hozzá, sem neki, hanem valóban megnyitni a szívet, és meglátni még jobban. Végighallgatni tizedjére és századjára ugyanazt, hogy kifekszik a jászolban, hogy miért és hogyan szeret még mindig az Isten. Köszönjük neked, mindenható Isten, hogy ez nálad nem egy fellángolás volt, nem egy múló párnapos kis indulat, hanem kitartó ajánlat. Ma este is nekünk itt visken. Ebben a gyülekezetben, ma este is szerte szívekben, életekhez szólva, énekben, dallamban, illatban, ízben, kézben, szívben, szájban. Ugyanazt, és mégis másként. Áldott légy érte, kegyelmes Isten, aki előtt állunk, és akit kérünk, a szándékot a legyező, hallgass meg ma este is. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek, az Istennek az az igéje, amelynek alapján ezen az Isten tiszteleten szolgálni kívánok, közöttetek írva található a Máté evangéliumában. A Máté írása szerint való Szent Evangélium második fejezetében, második fejezet első 12 versében, a versek felolvasását és magyarázattal kísérését kérem a helyét elfoglalva, hallgassam meg a gyülekezet. Máté írás
tanítása szerint való Szent Evangélium második fejezetéből, az első 12 versből, a karácsonyi történetek része így szól hozzánk. A napkeleti bölcsek imádják Jézust. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feljött, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívta a nép valamennyi főpapját és írás tudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, néhány pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek. És akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Mikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük, bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották a kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy nem menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Ünneplő testvérek, szeretett gyülekezet, ő előtte leborulni, tisztességet tenni, egy kicsit otthagyni, megpihentetni, odaadni a szívünket. Talán ennyi lenne. Talán ennél többet nem is lehetne. Hódolatként, tiszteletként, ajándékként, imádatként adni. Akárannyit is kutat az ember, szerintem nem fog soha kiderülni, hogy miért épp a napkeleti bölcseket méltatta az Isten arra, hogy elvezesse őket a jászolhoz. Miért épp nekik adta hírül az Isten? Ezek idegenek. Ezek kívülállók. És itt ezek a kívülállók, akiktől egyáltalán nem várná az ember, hogy elindulnak, hogy komolyan veszik, hogy odaérnek, hogy nem lehet őket eltéríteni, hogy nem értik félre. Ezek a kívülállók, ezek elindulnak Betlehembe imádni a karácsonyi gyermeket. És milyen ellentmondás, nem? A belülvalók. Akikre azt mondaná az ember, hogy a minimális elvárás velük szembe, hogy keresgéljenek, ha már egyszer a próféták, meg a papok, meg az írástudók meg is mondják, hogy hol kell megszületnie, hogy ők induljanak. A Tóra böngészői, azt magyarázói, az évszázadok óta a tűz mellett ülők, na éppen ők nem mennek sehova, sőt, még kerülik is ezt a helyet, ahol Jézus születik. És az a helyzet, hogy így is lehet élni. Az a helyzet, így is lehet ünnepelni. Az a helyzet, hogy így is eljött, és el is múlt. Az egyiknél is, meg a másiknál is a karácsony.
Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek, ki van belül és ki van kívül? Azt hiszem, hogy ez a látogatás és tisztességadás egy kis mértéktartásra és visszafogottságra neveli az embert, pontosan azért, mert nem hiszem, hogy magam lennék azzal az érzéssel, hogy mostanában néha olyan kívülálló az ember. Olyan kívülálló ebben az egészben, olyan furcsa levegős, olyan furcsa ködös, olyan még néha saját életét is úgy nézi, ilyen kívülállóként, hogy létezik. Olyan kívülálló, hogy belül való. Ki van kívül és ki van belül? Ma este. Szeretteink közül, szerte a világban. Kívülállóként vagy résztvevőként nézünk és ünnepelünk. És hagyunk tisztességet. Változunk, vagy legalább megpróbáljuk. A karácsony kicsi kis pillanat felvétele számomra azt is üzeni, hogy nézd az Isten szemével a világot. Nézd az Isten szemével a szerinted kívülállót, és nézd az Isten szerint az ő szemén keresztül magadat, mint aki belül való vagy. És nézd az Isten szemét azt, aki a tegnap kívül volt, és ma belül. Te és én. És az a másik, aki ma még kívül van, vagy messze van, holnap belül lehet. Elmondták, leírták már százszor, így is mondták, napkeleti bölcsek, gondolhatták volna azt, hogy egy fatális tévedés, egy üstökös a sok ezer közül, elindul, aztán majd valahol elég szétporlik, darabjai lehúlnak, vagy elégnek. Igazából semmi különöset nem látnak. Egy teljesen rendjén való égi jelenés, és aztán, amikor ennek hitelt adnak és megérkeznek, akkor a helyzet még furcsább. Ordító szegénység. És égbe kiáltó ellentmondás. Igen, kedves gyülekezet, szeretett testvérek, karácsony egy furcsa ünnep, mert akár az egész krisztusi sorsra elmondható ez a talán provokatívnak és talán élesnek tűnő kérdés, hogy ennyit tudsz Isten? Ez a király rongyba, jászolva, ezek a király szülei, egy szerencsétlen ács, meg egy még nem felesége senkinek asszony, ennyit tudsz Isten? Ezt imádjuk mi? Idehoz minket az égi jelenés? Szeretett gyülekezet, hol fenségesebb az Isten fia, a bölcsőbe, vagy a keresztbe? Egyik helyesen. Sem a bölcsőben, sem a kereszten nem fedezhető fel rajta semmi fenséges. Semmi imádni való, semmi térdet és fejet hajtani való. És a kívülálló mégis hisz. És azt gondolom, kedves gyülekezet, a akkori meg a mai emberi élet, a mi sorsunk közös vonása, az az élet égbe kiáltó ellentmondásainak is a dacára ünnepelni, énekelni, hinni és vezetve lenni. Igen, csak egy gyermek. Ó, csodák csodája, ő az Úr, csodák csodája, ő az Úr, a menny királya. Érdekes még az imádat is. Sokadjára hallottátok már ezt a történetet. Mit mondanak a bölcsek?
árva szót sem mondanak. Imádni így is lehet. Nem kell mindig hangosan. Úgy látszik, megengedhető szótadanul is. Csak az imádás titka ne maradjon ki. Ez pedig egy néhány egyszerű betűből álló, nagyon egyszerű szó. Igen. Imádni valahol azt is jelenti, hogy én hiszek benne. Hiszek benne, akit én nem tudok megragadni. Hiszek benne, akit én nem látok, csak majd egyszer. Hiszek benne, akit nem tudok értelmezni mindig, és akinek legfeljebb a szavait tudom felfogni úgy, ahogy a korlátolt képességeim azt lehetővé teszik. Másodszor meghajlok előtt. Mert az isteni akarat nem mindig érthető, mert az isteni gondviselés nem mindig kézzel fogható, mert az Isten néha titokzatos, rejtélyes, máskor egészen közel van, és egészen érzem, hogy ölel. Az imádás az nem szószátyárkodás. Az nem bőbeszélőség, még kevésbé valami betanult szöveg, valami másé, amire azt gondolja az ember, jó lesz az, másnak jó nekem is. Ünneplő testvérek, amilyen bizonyos, hogy a hatalomnak, a nagyságnak, a gazdagságnak az imádása mindig feszültségek közé félreértésekhez fog vezetni, olyan bizonyos, hogy az Isten Krisztusának az imádása az mindig egymáshoz, mindig a békesség útjára vezet minket. Az első megbékélés háza furcsa. Egy istálló, az Isten furcsa helyre építette, és mégis békesség sugárzott belőle. És úgy, ahogy lenni szokott száz és száz szereplővel a Biblia alapjain, a bölcsek feltűntek, és eltűntek a történelemben. Sem előtte, sem utána, nem tudunk róluk semmit. Amit biztosan tudunk, más úton, de örömmel és békével mentek haza. Ez az öröm kísérjen benneteket, és adassék meg az ünnepben, és ennek halvány szikrái adassanak meg az ünnep után. Volt egyszer egy karácsonyi ünnepség, ahol még régi fajtásan lett feldíszítve a karácsonyfa, gyertyák voltak az ágaira téve. Az ünneplő közönség összegyűlt, és az egyik ott megjelenő észrevette, hogy minden gyertya meg van gyújtva, csak egy nincsen. És ő magában ennyit mondott, maga elé meredve, hát azt hiszem, ez a gyertyaim vagyok. Vannak ilyenek. Ilyen úgy hagyott, meg nem gyújtott gyertyák. Vannak ilyenek életek, sorsok, ahova nem ért el még a szeretet lángja. Lehet, hogy eljött az idő, ezeket meggyújtani néha. Lehet, ez egy öreg ember. Lehet, ez a messze lakó unokád. Lehet a házastársad, akivel ilyenkor megnő a feszültség, mit csináltál jól és mit csináltál rosszul. Hogy áll az és milyen ízű az. Lehet, a veled egyházban levő, akivel kerülgetjük egymást.
lehet a férjed, aki nem úgy tette és nem azt tette, amit elvártál. Lehetsz te meg én, aki néha még a templomban is azt érzed, elfelejtett, magányos gyertyaszál vagyok, akinek az Isten ma is üzen és hív az Úr asztalához, a megbékélés házához, Krisztus testének és vérének, jegyeinek a magához vételéhez, hívogat szelítszóval, jöjjetek, nem vagytok elfelejtve. A 188. dicséretet, mint ráfelelő éneket énekeljük. A 188. éneknek a 4. énekversét. A 188. ének 4. énekverse így kezdődik. Hitünknek lesz majd diadalma teljes, hozzánk az Isten irgalmas, kegyelmes. Hitünknek lesz majd megvan az isteni cselekedet, és az isteni kezdeményezés. Megvan hozzá az emberi rutin, megvannak hozzá a beteljesült és beteljesületlen tervek, megvan hozzá a hely és az alkalom, mindaz, ami az ellentmondások közepette is arról szól, hogy ünnep van. És legyen ünnep az évben, és legyen nekünk is itt ünnep a Földön. Mert ha nincs ünnepünk, mink van? Mert ha nincs Istenünk, kink van? Mert ha nincsen megváltunk, mit ér az élet? Mert ha nincsen semmi tovább mondani és továbbadni valunk, kik vagyunk? Ha van, nagyon mit kezdünk vele. Áldj meg bennünket, Isten, tartalmas élettel. Áldj meg bennünket, Isten, nem a sükettség és a tehetetlenség csendjével, hanem a beszélgetés meghittségével. Áldj meg bennünket, Isten, több derűvel, és egy kicsivel több reménnyel. Áldj meg bennünket, Isten, önmagaddal, a Fiú által. Áldj meg bennünket, Isten, akik eljöttünk, és akiket hoztunk magunkban és magunkkal. Áldj meg őket, Isten, akik sok utcában és sok házban öregként és magányosként gondolkoznak azon, hogyha nem lenne a villany és az internet, ha nem lenne a tévé, vajon mit kezdenék most magammal? Vajon ki szólna hozzám? Urunk, arra kérünk, te érjél a minden házhoz, minden szívhez, minden élethez. A nyugtalannak te adj megnyugvást, az áldatlannak te adj áldást. A szeretet kódusának te adj szeretetet, és ennek az országnak. Ennek az országnak is, benne sok árvának,
sok veszteséget szenvedőnek, sok az életét és az élete munkáját megsiratónak, te csillancs fel egy másik emberben, egy kézben, egy szóban, egy ölelésben esélyt. Esélyt az életre, esélyt a holnapra. És nekünk pedig itt, ahol mindenkinek a sajátja a legfontosabb. Segíts közösségként megmaradni, segíts Isten tisztelni, és egymást szeretni. Nem biztos mindig ajándék kell hozzá, lehet az ajándéknál sokkal egyszerűbb és olcsó. Idő, megértés, jó szó, egy jó beszélgetés, ami már régen volt közöttünk. Közted és köztem, ember és ember, gyermek és Isten közt. Kérünk szóval, vagy kérünk szó nélkül. De csak Jézus Krisztusért, hogyha kedves neked, akkor hallgass meg. Azért a Jézusért, aki imádkozni hozzád bennünket egykor és ma este is, így tanított és tanít. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és te bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg benneteket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rejátok, és adjon ti néktek áldott karácsonyt. Amen.